Ez a pizsamás fiú ma az ügyeletes ébresztő. Az ő hegedűjének hangjára kezdődik a napi munka a Kiss Központi Művészegyüttes Rajkóinak kollégiumában. Az ország minden részéből tehetségkutatás útján válogatták ki a gyerekeket, a Rajkó zenekar jelenlegi tagjait és az utánpótlást, akik itt laknak az együttes székházában, a budapesti Rottenbiller utcában. Az együttes épületében saját iskolájuk is van, s itt végzik az általános iskola vagy a gimnázium megfelelő osztályát kiki életkora szerint. Az együttes vezetői nagy súlyt helyeznek arra, hogy a Rajkó zenekar tagjai tanult emberek, társadalmunk művelt tagjai legyenek. Ez egyben művésszé válásuknak is elengedhetetlen feltétele. Így aztán a délelőtti órákat az iskolapadban töltik. S a kezek, amelyek most a térképen a napi leckét szemléltetik, délután a hangszerekbe lehelnek életet. Kérem, bőgőkontrabrácsa, nagyon vigyázom. Pregnánsan dühözünk, csak bőgőkontrabrácsa, cselló, cimbalom, tessék. Ez az, most nézzük meg együtt hegedűsökkel, széles vonóval, tessék. Jól sikerültek a dolgok, és annyira jól hegedültem, hogy már prímás lettem. És nagyon sokat gyakoroltam, nagyon szerettem muzsikálni. Az egész életem az volt, most is nyomoréka. Azt csinálom, de... Nem már nem megy. A Rajkó zenekarra mindig jellemző volt, hogy voltak lányprímások, és voltak gyerekprímások is.